2, 3, fogjuk bepasszolni a labdát. Hol van a labda? A vonalon, vagy a vonalon belül. De kívül a pályán, tehát bent a pályán nem. Kívül vagy a vonalon. Értettük? Másik oldal vonal, világos, látjuk. Tomi, kapus. Egyik gólya, másik gólya. Ezen a területen eddig jöhetsz ki a kidobásoknál. Nagy gólya. Menjünk már hozzá, Dominik. Marad a helyén mindenki, marad a helyén mindenki. Nagy gólya. Nagy bója, az a büntető terület, jó? Kiebb nem jöhetsz. Majd mondjuk ezt a sorokat. Figyeljetek, nagyon fontos még. Alapvonalat látjuk, a kapuvonalát kis bója. Mi a lényeg? Az, hogy Lacika, figyelsz rám? Mert utána nem tudjuk nézni. Danika, légy szíves. Jó, Dani? Jó, és egyéb ilyen dolgok. Mondom a sorokat, hogy fogunk játszani. Mondom a sorokat. A sorokat. Tamás, gyere, ők úgy gondoltak, hogy... Visszaséta! Látjuk a másik vonalat is? Láttátok a másik vonalat? Én egyes csapat. Tessék, mondom, papír, jöjjön, legyen szíves.
Gyere, gyere! Hármas csak! Robi! Lejjünk a Finom! Kettő osztopat Lackó, honorál ide! Lackó, honorál ide! Ne arrával! Jó, mehet a labda, passzol, szállsz a sor végére! Megállítjuk, ami nem fontos labda! Pontosan passzolsz, Robi! Tomikám, ne add a mennyit, majd úgyis mi. Ahó, mi van, mehet, passz. Pontos passz, Mimo. Na, lássam, hogy Balázs, hátrébb, 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 h
Jó, tessék, Levente, passzolod Daninak. Ez az Dani passz, Leonnak. Leon visszapasszolja, elé, hogy tudjon neki. Súgjuk a kapura, gyerünk Dani. Ahó, most az a kapu ott, Menjél a labdáért, légy szíves, hozzad gyorsan. Én lerúgom. És adod Leonnak, hogy már hozzá a következő. Figyeljetek csak, meg ne lássam, hogy a füvet, jó? Mert már nagyon sokan dolgozik ebben. Dani, te már elrúgtunk, jó. Tessék, menj már, légy szíves. Balázs, nem kézzel Balázs. Oda passzolta neked Leon. Elé. És már rúgod is a kapu. Ez az, szép volt. Köszöntök mindenkit, Szalaki Gyorson, a Bosik torna alkalmából. Köszönteném a megjelent játékosokat, vezetőket, Tóth Márton, elnök urat, Erdős Ferencet, Szabadki Gyors polgármesterét és a Szabadki Gyorsi Sportklub elnökét, Krizsán Pált. Hát a délelőtt még úgy volt, hogy nem lesz torna, de hál' Istennek az éviek segítettek és meg tudjuk rendezni ezt a programot. Mindenkinek jó játékot és eredményes játékot kívánok. Átadnám a szót a polgármester úrnak, Balogh Józsefnek. Kedves futballszerető gyerekek, felnőtt oktatók, elnök úr, kedves családtagok, nagymamák, nagypapák, édesapák, édesanyák, akik eljöttek azért ide, hogy megnézzék, hogy mit is tudnak ezek a fiatalok. Köszöntök mindenkit! Örülök, hogy megtiszteltek a látogatásokkal, és mindenkinek kellemes napot és egészséges mozgást, jó szórakozást kívánok. Kedves gyerekek, nevelők, edzők, szülők, örülök, hogy az égiek segítettek és ez a rendezvény létrejöhet. Remélem még kitart az idő egy pár óra hosszáig, hogy le tudjuk bonyolítani tisztességgel a játékot. Szabadki Gyóst már egy éve bemutattam. Igen komoly sportélet folyik nálunk. Aki esetleg figyelemmel kíséri, akkor megy első osztály listavezetője jelenleg a csapatunk. Minden korosztályban szerepeltetünk játékosokat, így beleértve a Bozsik programot is. Örülünk, hogy ennek a programnak a részesei lehetünk. Hát sajnálom, hogy csak két korosztály van most itt, mert terület van, itt lehetne mindegyik. Hát viszont sok csapat van, ezért biztos, hogy sokáig fog tartani a rendezés. Mindenkinek jó versenyzést kívánok, és hát jó szereplést, bár ugye nem mérjük ezeket a Bozsik teljesítményeket, viszont jó az, hogyha sikerélményekkel távozik mindenki. Tehát jó eredményeket kívánok, és mindenkinek jó szorongulást. Kedves polgármester úr, kedves elnök úr, kedves szülők, kedves gyerekek, a Magyar Labdarúgó Szövetség Békésmegyei Igazgatóságban elébe nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Külön öröm számomra, hogy a mai napon négy helyszínen lenne hasonló létszámmal a rendezvény. Sajnos három helyen a lehetőséget nem tették biztosítottá, hogy a mérkőzéseket igazgatóan át lebonyolítsuk. Külön megköszönöm a Szabadki Gyorsi szakosztály elnökének, Krizsán Pálónak, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy kicsik ugyan túlcsákon vannak itt a pályán, de sokkal-sokkal fontosabb az, hogy a jelenlévő gyerekek sportolhassanak, és most megmutathatják azt, hogy a második rendezvényen, ami már a tavaszi szezonban ugye most következik, hogy mit fejlődtek. Gyerekek, kérlek benneteket arra, hogy
nyugodtan próbáljátok cselezni, próbáljátok passzolni egymásnak, próbáljátok minél több jót rúgni, ne bántsátok egymást, segítsétek egymást, és meg fogjátok látni, hogy a hétközben megtanultak, mert sokkal, de sokkal jobban fognak sikerülni, hogyha minél több ilyen hasonló rendezvényen lesznek. A hét elején volt szerencsém egy csodálatos létesítmény átadásán. Azt kívánom mindannyiótoknak, hogy minél többen kerüljetek a különböző akadémiákra, és nektek is hasonló részletek legyen, hogy minél szebb és jobb létesítményen szerepeljetek. Mindenkinek kívánom azt, hogy a szülőkkel együtt örüljünk és segítsük, bátorítsuk a gyerekeket. Arra külön kérem a szülőket, hogy a különböző bekiabálásokkal ne zavarják a gyerkőcöket, hiszen mindannyian önállóak, önálló egyéniségek, és tudják ők azt jobban, hogy higgyék el nekem, hogy mit kell csinálni a pályán. Igaz, hogy így van, gyerekek? Igen! Köszönöm, hogy megerősítettetek. Sok szerencsét és sok sikert kívánok mindenkinek. Köszönöm a figyelmet. Mondanám is, U11, 1-es pálya, szabadkígyós Elek. 2-es pálya, Gyula 2004, Grosics Akadémia. U9, 3-as pálya, szabadkígyós Elek. 4-es pálya, Gyula 2005, Grosics. Jó, akkor kezdhetnénk is. Csapatok, akik nem játszanak, azok természetesen a kapuk háta mögött. Tehát ne középen, hanem a kapuk háta mögött helyezkedik. Középre, mert ott nagyon veszélyes, Tamás! Ez az, Dávid, küzdjük! Gyerünk, Petszok, de az a vízzal!
De Dominik, legyen szíves, menjen a labdáért, Kovács Domi megy! Kovács Dominik megy a labdáért! Kut, kut, kut! Tomika, hogy dobjuk ki a labdát? Ez az Kristóf, nem hagyott! Támad meg, Rubi! Támad meg, Rubi! Gyerünk, Kristóf, most meg ott! Ez már Szabi, ne nézzel! Gyerünk, Kristóf! Robi, Dávid, támadjuk meg, támadjuk meg! Nem hagyod, mész tovább, mész tovább! Most nem hagyom figyelmet! Most videókész? Igen! Dávid marad, itt van az ember, nézd Kristóf! Kristóf emberrel, emberrel! Nem állsz meg, Robi, össze ne, Robi! Nem állsz meg, Robi! Gyerünk, Kristóf! Szép volt, Dávid! Középkezdést csináljuk rendesen, a középkezdés rendesen, hátsó ember passzolja az elsőnek, ugye? Láttad? Gyerünk! Mit csináltam, figyelj! Kezdjük már, két ember, Hunor, menj már oda! Hunor, középkezdésre, figyeltek oda! Nem úgy kell, Tomi! Gyere vissza, merember! Tomi, Lakatos! Levi, ezt nem bírod meg! Nem hagyott Tomi, nem hagyott Tomi! Köszönj a cipőt! Álló, ügyesek voltak! Ezt nem bírod meg! Tomi, Tomi! Nem hagyott Kristóf, nem hagyott Kristóf! Gyerünk, Hunor! Eljön! Szép volt, Tomi! Húzd el onnan! Jó, Dávid! Bravo, Dávid, nagyon szép volt, megvan Robi, és most fogni engedet! Szép volt, Dávid! Jó, oldalról rúgjuk! Megyünk följebb egy kicsit, Robi! Nézd följebb! Hunor, gyere beadni a labdát! Gyere már! Dávid is itt! Helyezkedjük! Nem hagyod, Dávid, megyünk utána, gyerünk, Huni! Ez a Hunor, gyönyörű volt! Így, nagyon szép volt! Szabad az első, Robi, jössz a labda felé! Gyere, ott hagyj! Figyelj, ne fusson be! Fogd meg, Tomi! Tomika! Ugorj rá! Bátor, ne félj! Két ember középkezdés, nézem, hogy csináljátok. Mehet Kristóf. Gyerünk, nagyon szép, és most indulhatsz. Segíts neki, Robi. Vigyázz, Kristóf, másik oldal. Ez a szól, és indulj be vele, indulj. Figyeljetek, mögöttünk ember. Nézzél föl. Ez az, Dávid, szép volt! Nem hagyod, Dávid! Segíts neki, gyere! Robi, nézed a meccset! Gyere hátra, fiam, védekezni! És most indulj, gyere, Robi! Gyerünk, Robi! Robi! Bátran! Szép volt, nagyon! Hunor, figyelj! Gyerünk, Huni, nem baj, nem hagyod! Tomika, semmi baj, majd a következő! Huni, ne hagyd össze! Mehet tovább, gyerünk, Hunor, mehet tovább! Nyugodtan, nézzél föl! Ballal! Bravo, Tomi! Ez az, Tomi, szép volt! Dobjad, Tomi, helyezkedjetek! Nézd, itt van! Gyere közelebb, nem tudja oda dobni! Gyere közelebb, Kristóf! Ez az, Kristóf, és most meg! És megy középen, Hunor is! Passz, Kristóf, passz! Figyelj hátul! Fogod, Tomika! Bravo, Tomi, és dobod is! Nézd, itt van, Kristóf, ott is van! Gyere, Dávid, gyere! Jó, nyugi, hozzá! Gyere, nyugodj, Kristóf, megy!
Úgy is jobb majd úgy. Itt van Dávid, passzoljunk egy kicsit. Ott megy Robi. Szép volt Dávid. Ketten vagytok. Szép volt Kristóf, nyugi. Aj, de szép volt, bravo Kristóf. Ez nem gól, ugye? Ez oldalt volt. Gyere, ki van a bal oldalon? Robi, megvan Robi. Ez az Huni, tovább, Huni, nézd ott az ember, ne hagyd ott el. No, Lejön ez a sor, gyere Tamás, hallgass, gyere, jó, megy a következő sor, gyertek ide, Vecsik. Gyere, Tomi, gyorsabban. Nagyon szép volt a passzom. Nagyon ügyes volt. Igen, itt lehet passzolgatni. De még milyen szépen betűntél, nagyon ügyes voltál, bravo. Ahó, figyeljetek csak, Robi, Dávid, oda mentek ahhoz a csapathelyet, és hozzátok vissza a labdát. Egyes sor, jöjjön. Erre nem Jó, Danika, most nem. Gyere, segítsünk hátul, Levike, nézd, ott van az üres ember. Ne hagyd rugni. Balázs, szép volt, nem baj. Középkezdés van, lássam ügyesen, hogy csináljuk. Majd most égeljük. Az biztos. Mehet a középkezdés, onnan nézd, oda Lackó, ahova mutatja a játékvezető. Két ember, gyerünk Leon, kezdjünk két ember. Gyertek ide hátrébb, a pályára, gyertek. Anyám. Semmi baj, pattanj fel, Leon. Hátrébb, Laci, mögöttünk. Gyerünk, Dominik, gyere vissza. És indulj vele, fordulj, Domi. Bravo, Dominik, nehez, Domi, bátran, Domi. Danika, szállj le, légy szíves onnan, köszönöm szépen. Elessel és megütöd. Gyerünk Balázs, gyere ki Balázs! Ahó, nem hagyjuk, Levike, nézd csak, hol vagyunk fönn maradva, hátra kell jönni, jó? Ez az, Lackó, gyerünk, Laci! Bravo, Dominik! Szép volt, Domi! Kérjed, Laci! Hány percet sem lehet? Tényleg! Gyerünk, Laszkó! És most gyere ki! Itt mellettem, gyertek! Ide mellé! Vigyázz a másik oldalon, Leon! Ne hagyd a másik oldalon, Leon! Ez az, Leon, gyönyörű volt! Gyerünk, Domi! Nagyon szép volt, Leon! Gyere, Levente, a labdáért! Gyere, Levi! Balázs, te hol álltál, Balázs, most? Ki lép a... Marad Balázs szerintem, vagy betesszük... Figyelj,
Gyere hátra! És most hogy helyezkedünk, hogy tudja dobni Balázs? Balázs, ki lehet jönni a bójáig, Balázs? Gyere, Balázs! És ott van, nézd, ott vannak az üres emberek! Ez az! Szép oldomi! Dobál, vagy rugás van oldalról! Figyelj, ott van üresen, bent, figyelj, Lackó! Gyertek ide egy kicsit, ahó, gyertek! Domi! Gyertek! Domi! Robert, hányszor szólok még? Az a labda, az ki? Ne légy a drótra, mert elszakad és marha nagy ütesen. Gyere! No, én beszélek, egy picit én beszélek, egy picit én beszélek. Figyelj rám! Figyelsz? No, nagyon ügyes volt mindenki. Még egy kis helyezkedési problémáink vannak. Még egy kis helyezkedési problémáink vannak. Danika, nem nyughatsz, nem tudom, hogy miért. De nem baj, egy kicsit többet kell futni, egy kicsit jobban oda kell figyelni, és akkor nagyon-nagyon-nagyon jó lesz. Megdicsérem a hármas és a kettes sor is nagyon ügyes volt. A következő mérkőzés pedig az egyes sor fogja kezdeni. Emeljen fel az egyes sor a kezét. Egy, kettő, három, négy, öt. Jó, oké. Majd azt mondani fogom. Na, ügyesek voltak. Tomi, rengeteget. Jó, Hármas sor készülődjön, a hármas sor, jó? A hármas sor készülődjön. Gyertek hát egy kicsit. Rúgjuk el onnan, Tomi! Gyerünk, Tomi, el onnan, ne hagyd, hogy rúgjon! Gyerünk, Csabika, nem állunk, futunk! Előre! Gyerünk most egy kicsit, Tomika! Gyertek hát egy mindenki, hátrébb! Gyerünk, Tomi! Gyerünk, Zsoltika, nem hagyod! De! Ez az, gyerünk Dani, futás! Nézd, Zsoltika, hova futsz? Nézd, ott van az ember mögött, te Zsolti! Csabi, figyeljünk! Nem bírják se nyertek! Tomika! Előre rúgjuk, Tomika, előre! Gyere, Tomi! Bravo, Tomi! Ha-ho, Tomi, Tomás! Előre rúgjuk a labdát, kis Tomi, ilyenkor nem hátra, jó? Ugyanannyit játszva. Dobjad, Tomika, dobjad! Itt van kis Tomi szabadon! Igyekezzünk, mert telik az idő! Tomi! Oda figyelünk, Tomi! Gyere vissza! Zsoltika, hol van Zsolti? Kettes sor, legyen szíves oda menni játszani a labdát! Jaj, jól van, Balázs maradtan is hozzalak! Levi, Balázs, gyertek közelebb, hogy tudjátok visszaadni a labdát! Igen, csak egyes sor, vagy ő hármasok, ugye? Hármasok. Most kell. Gyerünk, Tomi! És rúgod, Tomika! Gyerünk, Zsolti, nem hagyod! Ez az, Tomi, és dobod! Gyere! Oldalra kiindul! Kis Tomi már megy! Kis Tomi! Bravo! Nem hagyod, Zsoltika! Gyertek! Jó, most mehet! Hármas! Gyertek, ügyesek legyetek!
Középkezdés van, középkezdés van, haladjál! Előre kezdünk, nem mondom az előbb is. Gyerünk, Hunor, nem hagyod, Hunor, nem hagyod! Ez az, Huni! És most mi? Gyerünk, Robi, ne az emberbe rúgjuk, Robi, ne az emberbe! Gyerünk, Kristóf, ott is megyünk el! Ez az. Gyerünk, Robi, nem állsz meg, Robi! Ez az, Huni, és most indulj, Robi! Basz, basz, basz! Hunor, Kristóf, szép volt! Hunor, ne állj meg, Huni, ne állj meg! Jó, és megyünk följebb egy kicsit. Egy ember marad, Kristóf, befuss, most elmaradnak hárman. És most meg van Dávid, szépen vigyázz! Ki az? Dávid! Vigyázz, Dávid! Basz, Dávid, basz, basz! Gyerünk, Hunor! Gyerünk, Hunor, nem hagyom, Hunor! Gyerünk, Robi, ne maradj le! Ez az, ez az! Hunor, Hunor, ne maradj le ott, ne maradj le ott! Figyelj oda, figyelj oda! Hátatok mögött, üres ember, hátatok mögött! Tomikán, fogd meg, Tomi! A labdát! Ne hagyd, fogd meg, Tomi! És hozod, helyezkedj, zöldek! Tomika, nézd, ott van a szabad ember, dobjad már! Ez az, tovább, tovább! Gyerünk, Robi! Robi, állunk a pályán, miért nem futunk? Mozog, mozog, itt van! Tomika, gyorsabban, Tomi! Te ne az ellenfél! Nem baj, majd! Segíts, segíts, Dávid! Segíts, Dávid! Gyerünk, Hunor! Ez az! Hozzad a labdát! Helyezkedsz már ott! Mama, este meg tudjuk csinálni a tervezőt? Robi, szép volt, de volt még más lehetőség is, figyelj oda! Miért ballába rúgottál? Honorka, gyere, Huni, 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 Hunor, gyere vissza, itt van az ember, gyere vissza egy kicsit! Menjed magad elé, Nikó! És megvan Kristóf, gyerünk Kristóf! Meg elvetted Huni, elvetted Hunor! Megvan Hunor, megvan, megvan, vigyük oldalra, oldalra! Megvan Tomi! Tomi! Tomi, rávetődök a labdára! Vagy, Tomika, vagy oldalra, dur vele! Jó, legközelebb! Középkezdés, figyelj oda! Huni, Huni, Huni! Oldalra rugom ki ilyenkor a labdát! Nem lehet állodod meg, gyerünk, menjünk oda! Átra, Máté! Segítsünk, segítsünk Kristófnak, segítsünk! Gyerünk, Kristóf, rugjuk, gyerünk, Kristóf! Nem? Itt van mellette Kristóf, Hunor, kérjed, kérjed másik! Huni, figyelj, baj van, hogy figyelj, hátul, te vagy ott, most figyelj! Vedd el, Robi, vedd el, Robi! Ez a szunka, vedd el tőle, ez a Hunor, bravo, nagyon szép volt! Tomi, passzoljatok, hogy Dávid, Dávid, passzoljatok egy picikét! Most vegyük el, gyerünk, gyerünk, Robi, megvan! Hunor, figyelj, te vagy Hunor! Bravo, Huni, most nézd fel, passz Robinak! És Robi mehet, hogy ki van után. Egymást ne zavarjuk! Hunor, megvan Hunor, most vedd el, Huni! Vedd el tőle, ez az! Hunor, segíts ott!
Kristóf, mehetsz följebb egy kicsit, húzz szét! Hunor, gyere felém úgy, hogy legyen helyed Dávidnak! Dávid, ne nagyon nagyra! Gyere, Robi, ne bújj el a védők mögé, Robi! Uni, figyelj! És most megvan, Robi, vidd beljebb, vidd beljebb! Semmi baj, Robi, bravo! Ki van a jobb oldalon, bal oldalon, osszuk el! Gyere, Huni, gyere, Huni! Figyelj oda most a játékra, figyeljük a játékot! Helyezkedj egy kicsit! Nem, most odafigyelünk a játékra, és egy kicsit nem kérdezünk, jó? Egy picit. Meccs után mindent megbeszélünk. Add be szépen! Huni, gyerünk, Huni, gyerünk, Huni, hátad mögött, emberek! Támad meg, Dálon, meg, vedd el tőle, Kristóf! Ez az, Kristóf, ez az, Kristóf, gyerünk, Kristóf! Huni, segíts neki! Robi, gyere vissza, Robi, mert ott nincs semmi dolog! Bravo, Huni, még egyszer, figyelj, Tomi! Szép volt, Kristóf! És most indulj vele, Hunor! Gyerünk, Robi, gyerünk, vegyük el, Robi! És most meg Kristóf is, passzolj! Figyelj, ott van Dávid is, passz! Oly, de szép volt! Ezes egy kicsit előrébb! És indulhatsz, Dávid, indulhatsz, Dávid! Nem. Bravo, nagyon szép volt, Kristóf, szép volt a pass. Figyelj, figyelj, Robika, odafigyelj! De nincs vége a meccsnek, akkor ülünk, jó? Gyertek, hát és sóval. Nem tudom. Danika, gyere már fel a pályára, de gyorsan. Támad meg, Robi! Szép volt, Robi. Figyelj a Rombusz, Dávid, ott figyelj, azon az oldalon, Huni, középen. Gyerünk, Huni, küzdeni kell, még nincs vége. Indulj el, Kristóf! Dávid, elindult, Robika, gyorsabban egy picit! Nézd, Dávid! Vagy... Ez az, most ott van! Gyorsabban, Robi, hát már rég üresen van! Dávid, jobbra! Huni, figyelj, kérjen te is a labdát, figyelj! Robi, egymás mellett vagyok, egyik fejjel közöttem! És mondjuk be! Ott van bent üresen, Robi, ott van, Robi, üresen! Gyere ki! Bravo, Tomi! Gyerünk, Tomika, nem van a drágoda! Gyere már hátra, légy szíves! Gyere oda, állj oda hátra! Ez a szép volt! Segíts, hozzuk, kihagyom! Nagyon szép, még egyszer, nem hagyod! Hunor, nem hagyod! Megnézheted! Huni, ilyenkor jönni kell segíteni. Hátrébb, mögöttünk emberek! Balázs, hátra nézd, itt vannak az emberek! Zöld ródog! Tessék, induljunk följel egy kicsit! Lackó, marad, egy marad hátul! Kérjed, Lackó, gyere fel! Ez az szép volt! Még egyszer Balázs ugyanúgy. Leon, te mész jobbra, Dominik balra. Gatika, itt a játék, nem a békát nézed most. Megvan Balázs, ne hagyd Balázs. Szép volt Leon, nagyon ügyes volt a keret. Ahó. Robi, látják, hozzuk vissza onnan, ott játszhatok. Mi van, Matikám? Ki melyik oldalon van? Laci, te vagy közé. Dominik, te vagy bal oldalon. Balázs, te vagy a túl oldalon. Gyere ki a vonalig, Levike. És dobjad már. Lehetőleg a miénk. Ez az, Leon. Gyerünk, Balázs, vegyük el, Balázs. Szép volt, Leon. Yeah.
Lacika, rúgod oldalról, Lacika, rúgod oldalról! Laci, rúgja, helyezkednek a többiek, helyezkednek! Gyorsabb a Laci, oda, ez a... Szép volt, Laci, de gyere vissza! Figyelj, gyere ki levente, gyere ki levente! Fogd meg a labdát! Uni, 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 mit csináltok? A békát bántjátok? Nem, nem. Ne bántsátok a békát. Finomabban egy kicsit, Balázs! Ez az, Laci, ugye, Soltán? Gyere, Domi! Fasz, 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 ne hagyd! Ez az, Domi, Laci, nézd mögöttük, gyere, hátrét egy kicsit! És most menjünk el tőle! Ne hagyd, Domi! Ez az, Dominik! Ez az, nem hagyjuk! Ez az, Levike! És mehet ki a labda! Helyezkedj, ne középen mind a hárman! Ott vagytok középen, nem jó helyen vagyunk! Húgd el, Balázs! Nem zöld, piros oldalról, gyere! Sárga! Helyezkedjünk egy kicsit! Bátran Laci! Hátrébb nincs senki, figyelj hátul! És most indul, gyere Balázs! Gyere, Domi! Ez az, Domi, szép volt! Távó, Domi! Lebontottam a gyereket. Spori középpályát megmutatjátok a kapus. Várjunk oda! Meg kell fogni Levente! Levente, meg kell fogni Levente! Figyelj oda! Megfogod Levente! Még egy kicsit, hadd játszunk! Vége, Balázs! Mindig egy csak, figyelj csak, Leon, nem Leon, Levente, mikor kidobja a labdát. Három ember ott volt középen, egymás mellett és várta a labdát. Akkor nem azt csinálunk. Mit csinálunk, mikor a kapus kidomása? Mit csinálunk? Mondjad, mit? Hova helyezkedünk? Hova? Két oldal, erről van szó, ugye? Dominik, kapus kidobás, helyezkedünk két oldalra és középre. Így van. No, figyeljetek csak, úgy látom, hogy most nálunk szóval. Na, igen. Gyertek, az eddigi dolgainkat. Gyertek, labdáinkat szedjük össze. Ahó! Dani! Ne nyárod meg is. Ahó, figyeljetek csak! Uraim, a pályán kell megmutatni, hogy mit tudunk. Nem a békákkal, meg a nyírkedésekkel. Nagyon ügyesek voltatok, sőt, ennél sokkal ügyesebbek lehetnénk, ha odafigyelnénk egy kicsit jobban. Mit csinálunk a kapus kidobásnál? Hova helyezkedünk? Egyik játékos oldalra, másik a másik oldalra, egy pedig középre. Hát akkor miért nem csináljuk úgy? Robi? Hova visz, mikor beszélek? Gyere át, légy szívesen, az oldalra, Robert! Egy fel, Anna, légy szíves, nekem is szeretem már háromszor. Ide figyelj mindenki, egy kicsit messze menj, hogy lássam. Figyelj rám, Danika! Az első emberek, amikor számadunk, és előre megy a legelső, meg a kettő oldalról, és elveszítjük a labdát, akkor mit csinálunk? Visszatámadunk. Hát akkor mi miért nem támadunk vissza, és hagyjuk a labdát elveszni? És visszatámadás után pedig fut mindenki a legnagyobb sebességgel hátrafele. Miért? Mert be kell rúgni. Hát de nem nálunk van a labda. Mi megakadályozzuk az ellenfelet, hogy berúgja a mi kapunkba a gólt, Robi. Tudod? Mondjad, Robi, mit szeretnél mondani? Gyorsan kell futni, hogy el tudod. Pont ezt akartam neked mondani, hogy miért nem futsz gyorsan, és miért nem veszed el a labdát, de mindig előre maradtál.
viszont nagyon-nagyon szép támadásaink voltak, és nagyon szépen védekeztünk egyszer-egyszer, és a gól helyzeteinket nem nagyon tudtuk berúgni. Kristóf, hármas sornak mondom. A hármas sor nagyon sokat, Danika, Dávid, hármas sor nagyon sokat eljutott a kapu elé. De ott több lehetőség is van. Vagy az van, amit Robi választ, hogy százzal neki megy és bombáz, vagy milyen lehetőség van még, Robi? Te Robi vagy? Robi? Csak a gyorsabban futni ezzel. Ez is egy jó megoldás. És még milyen megoldás van? Mondja Dávid. Például Dávidnak, aki az előbb is üresen volt, vagy pedig Kristófnak. Mondja Nevike. Vagy megállítani és nyugodni. Hát olyankor ne állítsuk meg, amikor ott van a kapusa, már csak a kapus előtt. Olyankor százzal megyünk ezerrel, ahogy Robi mondja. Mondja Dávid. 3000. Vagy 5000. Nem lehet buktatni, mert a szabadugás. Mondja Zsoltika. Hunor, te mit csinálsz az is? Na, a zöldségekre most nagyon kíváncsi a zöldségekre. Tehát figyeljetek oda, utolsó meccs van, és több lehetőségünk nem lesz. Szeretném, ha az utolsó meccsen még gyorsabban futnánk, még ügyesebbek lennénk, és nem hagynánk magunkat, jó? Nagyon-nagyon szépeket tudtunk, kapufát is rúgtunk, szépen is védekeztünk, de a kapunk előtt egy kicsit legyünk vadabbak, jó? Huni, nem mindig én kell ordítsak, hogy hátul gyerünk, Hunor, mert ki van még hátul? Zsoltika, ki van még hátsó ember, jó? Tehát figyeljünk oda. No, most oda megyünk a találkozó helyünkre, ott mindenki iszik egy-két kocs vizet, jó? Egy labdát viszem, Dávid? Jó, vigyázni a labdára, te mehetsz. Meg van -e ott? Jó, mehetsz, vécézni is mehetsz, de az be van zárva. Jó, Danika, már csak rajtad is semmi. Figyelj, támadj! Figyelj, Antonnal gyerünk! Még egyszer! Hármasok készülnek, a hármasok! Figyeljetek, tetsz, menjetek! Nem az eredmény! Hármasok, hármasok! Gyerünk! Gyerünk!
vissza! Kasszolj vissza! Ott van Anton! Anton! Nem volt semmi, nem volt semmi.
Az előző meccsen is. Mindjárt a bajnak egyébként. Na, és már nem fáj? Jó, jó, jó. Már nem fáj? Hát ez nagyon gyorsan meggyógyul. Gyere, akkor a balábbal. Gyere, Robi! Gyere, a balábbal! Egy gyors fóta legyen, terep, meggyógyultam. Meggyógyultam, megtem. Ó, hátrébb kell jönni, hátrébb! Ez jó, megkerültél egy fiam. Gyere, Kriszta, Dávid is, Dávid is! Figyelj, osszuk egy csomóba, figyelj, hátatok mögött, Laci! Laci, nem hagyod, Laci!
Mindenki. Na, így szeretném, ha játszanátok mindig. Kovács Domi, neked is beszélek. Kristóf, gyere közelebb, légy szíves, Kristóf. Fogjatok kezet. Nem fogod játszani. Jó volt a csapat. Jó volt a csapat. Nem volt a csapat. Igen. Jó volt. Ügyesek voltatok. Na, figyelj rám! Ahó, mondom! Tomika, kis Tomi? Mondhatom én? Na, az a probléma, hogy mindig, még mindig, nem látok benne, még mindig túl sokat foglalkozunk. Nézd csak, hogy engedd ezt fel. Kérem a labdát. Figyelj, most megint mit csináltok most? Nem ide figyelsz rám, amikor beszélek hozzád? Az a probléma, hogy a béka jobban érdekel benneteket, mint a foci. Nem mindenkit. Csak egyeseket. Azt szeretném, hogyha mindenki ilyenkor oda koncentrálna, és futna, mint a nyuszi. Nem baj, belefér. Figyeljetek csak ide. Nagyon ügyesek voltatok, és azt szeretném, hogyha mindig úgy játszanánk, mint most az utolsó meccsen. Mindig úgy kellene játszani. Robi, mit csinálsz most? Szállj már le onnan, kisfiam. Azt szeretném, hogyha egy kicsit többet passzolnánk, amikor olyan lehetőség van. Tehát tudjátok, ezt gyakoroljuk az edzésen, hogy próbáljuk. Persze, amikor lehetőség van, akkor el kell indulni, aztán dúl. Nagyon intelligens vagy. Bravo, Tomika, a tanár beszélte, megbüfögsz is. Ja, megdicsérlek, ügyes vagy. Bravo. Na, most pedig erre a győzelemre egy hatalmas nagy brosicsot szeretnék, de úgy, hogy meghallják a szomszéd faluba is. Mindenkinek itt a keze? Jó hangos. Átolakodj, most is. Mit csinálsz most is? Egy, kettő, három. Jó, fönt találkozunk, lehet átöltözni, majd mondom, mit csinálunk, jó? Jó, de nem pont a végén. Labdáink. Egy itt van. Kis figyelmet! Végezzétek valamit! Kis figyelmet kérnék! Hol van gyereke? Halló, figyelmet kérnék! Halló! Halló, mama! Nagyon örülök, hogy ilyen vidáman zárjuk ezt a tornát. Én úgy érzem, hogy jól sikerült, jól mérkőzések voltak, látványos, színvonalas mérkőzések. Igaz, hogy a pálya kicsit mély volt, de hát ezt is szokni kell, lesz ilyen. Később, hogy ilyen esős időben kell játszolunk. Összességében én azt mondom, hogy ez egy jó délután volt, jó éreztük magunkat mindenki, érdemes volt megtartani ezt a tornát, és bízom benne, hogy a jövőben is ilyen jó mérkőzések fognak lenni, színvonalas csaták. Ez a lényeg, hogy ne az legyen, hogy valaki 10-0 vagy 15-0 nyerjen, és nincs értelme a mérkőzéseknek, mert sajnos a régebbi tornákon előfordult olyan, hogy egy csapat eljött, rúgott 15 gólt, másik síra ment haza, és úgy látom, hogy ezek most már talán kezdenek megszűnni. Jövünk föl a Gyulára, reméljük, hogy minél több edzéssel
meg fogjuk közelíteni. Igaz, mi nem tudunk heti 4-et edzeni sajnos, nincs rá módunk, heti 2-3 edzés és ez kifújt. De lelkesedéssel, akarással sok mindent lehet pótolni. Én mindig azt szoktam mondani a mieinknek, hogy egy meccsen bárki bárkit megverhet. És hát igen, igen, kicsit most nem vagyok törve a mi játékunktól, a helyiek játékától, de bízom benne, hogy következő alkalommal feljebb volunk. És akkor megkezdik az eredményhirdetést. A jobb között is voltak jobbak, úgyhogy minden csapatból egy fő kap egy szép kis ajándékot, egy medált, amit a Szabadkígyos bocsájt a rendelkezésetekre, egy csokoládét és természetesen oklevelet. Úgyhogy kérném a Gyula Termál 2004-től Bíró Bencét. A díjakat átadja Tóth Márton, a Békés-megyei Labdarúgó Szövetség koordinátora. 2003. Fodor Bendegúz. 2004. Szabó Patrik Elek. 2004. Frankó Barna. 2004. Sarkadi Kinizsi Diósi Károly. 2004. Akadémia Szilágyi Levente. 2009-es korosztályban 2004. Akadémia Zahorán Dávid. 2004. Telekese Antonio Scalione. 2005. Farkas Ferenc. 2006. Felföldi Márton. 2. Kinizsi Keller Pintér Bálin. 3. Szabadkígyós SS Süli Berci. 2006. kérnénk a kiemelt játékosoknak, és reméljük, hogy jövőre, vagy a következő tornánál még többen jelentkeznek díjért. Köszönjük szépen! A helyetek! És akkor átadnánk a csapatoknak a díjakat, illetve a kis Sarkadi Kinizsi. Ahol sorba uraim, sorbáltok, Ferenc, sorbáltok. Ádám, itt vagyunk ebben a sorban. Nézzétek meg, mit csináltok. Marci, Marci, gyere, 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 gyere. Szabadkígyós. Üzi bátyani.
Zsombi! A szemétok ajándékért. Tiszta kofi, tiszta kofi. Beton tele van a kezdet. Ádám meg. Zsombi megy a cukor. Szóval mindig önnek. Állj ebben sorba, Pisti. Pisti, ide jön. Gyula termel. Keres meg. 2005. Gyula termel. Ja, ez az. 2006. Gyula termel 2004. Kizárásos alapon Gyula termel 2003. Grosics Akadémia 2000. Elekese. Elek. Nincs elek? Megkérném Tóth Márton urat, hogy zárja be a... Kedves szülők, kedves gyerekek, kedves edző kollégák! Úgy gondolom, hogy ennek a mai napnak mindenki a győztese lehet, mert én nagyon örülök annak, hogy meg tudtuk szervezni és le tudtuk bonyolítani ezt a mai rendezvényt. Bevallom őszintén, hogy féltettem a gyerekeket, hogy ránk szakad az ég, de hála jó Istennek meg tudtuk úszni, úgyhogy nem lett nagyobb eső. Gyerekek, benneteket arra kérlek, figyeljetek, legyetek szívesek egy kicsit, jó? Hogy az edzőiteknek fogadjatok szót, sokszor lehet, hogy keményebben szólnak hozzátok, de az nem a harag hangja, hanem az, hogy azt szeretnék, hogyha minél ügyesebbek, minél jobbak lehetnétek. Ezért meg kell fogadni, amit mondanak, és kettőzött erővel, kettőzött szorgalommal dolgozni az edzéseken. Nagyon sok ügyes csatár teljesítményt láttunk, nagyon sok jó szerelést, több jó kapus teljesítményt. Higgyétek el, hogy bennetek megvan még a lehetőség arra, hogy ezt a magyar labdarúgást a méltó helyre emeljétek. Gondolok itt az 54-es, meg az 55-ös, 56-os időszakra, amikor az európai élvonalába tartoztunk. Arra kérlek benneteket, hogy a harmadik rendezvényen megint ugyanilyen lelkesedéssel, ugyanilyen szorgalommal dolgoztok. A szülőknek is és az edzőknek is megköszönöm a felkészítést, és hogy voltak olyan kedvesek, hogy ilyen sokszámú kocsival elhozták a gyerekeket. Úgy érzem, hogy mindannyian jól éreztük magunkat, és nagy szeretettel várjuk a következő rendezvényre. Szülőket, gyerekeket, edző kollégákat. Ezen a mai rendezvényt befejeztük. Mindenkinek sikeres hazaérkezést, és nagyon jó hétvégét kívánok. Minden jó. Igazságosan osztunk mindent. Tessék. 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 De van még? Hosszát. Igen. De. Sorban mindenki. Hosszátok el. Jó? Még van itt csak? De majd tőlem. De még tőlem. Jó, várjatok. Narancs. Nem kaptál. Azért vagy ilyen szomorú. Mindjárt keresem egy narancs. Maradjatok a hó. Neked hol a helyedik, hogy tudjam szépen sorba adni neked? Nem kell narancs. Volt szeret pont. Mindjárt osztom még. Még nincs vége. Még nincs vége, Csabi.
Hol hagytam abba az üdítőt? Ott? Nem voltam. Mindjárt. Nem kész narancsot, mi nem tudom? Nem voltam. Üdítő. Üdítő. Vagy figyelj, Domi. Ti Hunorral ketten nem kaptatok, de majd pótoljuk mással, jó? Kevesebb csoki. Vagy megkapottam. Én nem kaptam.